Sziasztok! Császár Gábor vagyok, az internet szakács. A mai napon egy nagyszerű sós tészta receptet hoztam nektek. Nézzétek, főzzétek és egyétek! Ha hozzád vágnak egy zacskó tésztát, és van még egy, és esetleg van még otthon egy kis őröldiód, cukrod, lekvárod, meg egy kis gyömbéred, egy nagyszerű kaját tudsz belőle készíteni. Hogy mit, azt most mindjárt jól megmutatom. A vízbe beleteszünk egy kis sót, ebbe szépen beleszórjuk a tésztát. És mint mindig, amikor rakott ételt készítünk, mint most, al dente. Megfőzzük. Összekeverjük az összetevőket, a már szépen megpucolt gyömbért, amit tudjuk ugye hogyan kell megpucolni. Ezzel a reszelővel belereszeljük a lekvárba, és ezzel adunk neki egy nagyon kellemes kis ízt és illatot. Elkeverjük, ti sem menekülhettek. És a megfőtt tésztát ezzel fogom leönteni. És a kristály cukorral összekevert őrölt dióval. Jó. Jó lesz. A tésztát leszűrjük, de a közhiedelemmel ellentétben nem öblítjük le, nem mosogatjuk, lerázzuk róla, de úgy emberesen a vizet. És ha rakott és ha metélt, akkor csak is ez az edényem jöhet számításba, mert imádom. Először is kivajazom egy kicsit a szépségért, és persze ad neki ízt is, majd ezzel a nagyszerű, erre való eszközzel szépen egy réteget beleteszek az edénybe a tésztából. Oly, de szépen gőzölög. Jöhet rá egy kis gyömbéres, lekváros megoldás, ezt így szétoszlatjuk rajta, majd a kristálycukorral összekevert dió következik. Hát itt mindenkinek a saját ízlésére van bízva, hogy mennyit tesz a dologból. Hoppá! Ismét. Megpróbálhatjuk szétoszlatni rajta. Utolsó előtti réteg következik. Úgy. Na hát erre rámegy az összes maradék. Gyömbéres lekvár. Szintén szétoszlatjuk. Úgy. Esetleg, ha nagyon finom, akkor egy kis tésztát még teszünk bele. Minden cseppje belekerüljön az edénybe. Rámegy a maradék dió. A cukorral, így, és a végén ismételten a tészta játssza a főszerepet. Ez 40 dekagram tészta volt, és ez pont elég egy ekkora edénybe, most pedig 180 fokos sütőbe, nagyjából 6-7 perc alatt megsütjük. El is készült a finomságunk, nincs más hátra, mint kivágni belőle egy jó adagot. Így, nem sajnáljuk magunktól. Ezt szépen kivesszük. Így. És mivel már elég cukor és édesség van benne, már csak egy kis sima őrölt dióval meghintjük, és jó ízűen megfalatozzuk. Nézzétek, főzzétek, egyétek! Ahogy én csinálom, egyszerűnek tűnik.
mert az is. Ti is el fogjátok tudni készíteni így az ételeket, ha megnézitek ezeket a videókat.